Balogh Gyöngyvér kommunikációs szakemberként diplomázott, dolgozott a Szegedi Városi Televízióban, de első igazi munkahelye a Sziget volt. Gyöngyvér, hogyan találtál rá ezután a saját utadra, és mi is ez? A Sziget Fesztivál után én az ENSZ menekültügyi főbiztossághoz kerültem, szintén kommunikációs pozícióba, és ott lehetőségem volt több külföldi misszióra eljutni Afrikába és a Közel-Keletre, és azt az érzést ott megtapasztalni, hogy milyen is ott lenni, az számomra egy nagyon meghatározó élmény volt, és én akkor döntöttem el, hogy bárhová is visz az utam, az biztos, hogy valami olyan dolgot szeretnék csinálni, amivel azokon az embereken, akik hátrányosan megkülönböztetett helyzetben vannak, nekik segíthetek. Ezután az időszak után egy útkeresés következett, majd létrehoztad a saját ügynökségedet. Milyen indítatásból? Már az útkeresés időszaka alatt is több projektben dolgoztam társadalmi szervezetekkel, és igazából utána jöttem rá, hogy azok az emberek, akik másokon segítenek, ők is megérdemlik azt, hogy őket segítsük. Úgyhogy ezért hoztuk létre az Impact Design nevű butik ügynökséget, és mi kifejezetten olyan szervezeteknek segítünk a kommunikáció, marketing, stratégia területén, akik valamilyen nagyon erős pozitív küldetéstudattal rendelkeznek. Ez a mai világunk nagyon zajos, de vannak csendes témák és csendes emberek. Őket hogyan tudod megtanítani kiabálni, már amennyire ez a cél? Az én egyik legkedvesebb projektem az elmúlt évekből. Ez egy olyan mentor program, amiben fiatal kutatóknak segítettünk a magabiztos előadóvá válás útjára lépni, és kommunikációs készségeiket fejleszteni. Ez azért nagyon fontos, mert így fel tudják venni a versenyt külföldi kutatókkal is, konferenciákon, előadásokon. Azt már tudjuk, hogy te hogyan segítesz sikerre másokat. A te sikeredhez mi kellett? A siker maga nagyon motiváló, de azért az odavezető út nem könnyű. Volt egy szerelem projektem, amit tavaly decemberben indítottunk, ez az Impact Box, egy olyan ajándékválogatás, amiben társadalmi szervezetek termékeit válogatjuk be, és juttatjuk el minél szélesebb célközönséghez. Viszont úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy ez nagyobbra nőhessen, olyan vállalkozási alap ismeretekre van szükségem, amiket ugye én az egyetemen nem tanultam és nem tudtam megszerezni. És ezért jelentkeztem többek között a Dobbantó programba is, ahol ugye sikerült összeraknunk az üzleti hátterét ennek a doboznak, és hát igazából mondhatom, hogy sokkal jobban hasonlítunk már egy profi vállalkozásra, mint a pilot projektre, amit otthon készítünk el. Minden egyes boxnak külön tematikát választotok. Hogyan választjátok ki egyrészt a tematikát, másrészt pedig azt a társadalmi szervezetet, akivel aztán majd együtt fogtok tudni dolgozni a doboz tartalmát illetően? Először, ahogy említetted, a tematikát határozzuk meg. Ez általában valamilyen ünnephez, alkalomhoz kapcsolódik, volt tavaszi boxunk kifejezetten anyák napjára. Most idén karácsonyra pedig az ízek és az illatok kavalkádjára építettünk, és egy olyan gurmé csomagot készítettünk, amit akár egyedül, de akár társaságban egy család is közösen elfogyaszthat az asztalnál. És minden doboz kapcsán figyelünk arra, hogy az ország minden sarkából vonjunk be szervezeteket. Így történhet az, hogy tényleg Vas megyétől egészen Borsod megyéig jelen vannak szervezetek, alapítványok, társadalmi vállalkozások, vagy csak kis manufaktúrák is a dobozainkban. Rovatunkat támogatta a Budapest Bank Dobbantó programja.